Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban a nyilas jegyében születetteknél, különösen ami a párkapcsolatot illeti, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Itt látható a nyilas jegyének a szimbóluma. A nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik, jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a mozgást. Ebben a csillagképben van egy nyíl, és az mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejutunknak a központját, ami jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és itt kell az egyhang, az legyen az irány, ahogy te ezt elképzeled. A nyilas jegye felett Jupiter bolygó uralkodik, a szerencse bolygója. Március hónapban tényleg szerencse lesz egy bírósági ügynél, vagy ha eddig igazságtalanságok értek téged, akkor itt lesz egy jó kimenetel. Márciusban van egy erős szerelmi energia, közeledés, bizalom, szerencse a párkapcsolatban. Az egyetlen, ami nem olyan előnyös a nyilas jegyénél márciusban, az a kommunikáció, vagy a szerződések. Ez nem a megfelelő időpont most fontos dolgokról beszélni, vagy szerződéseket aláírni. Itt egy szerelmi jóslásról van szó, ez a hölgy szimbolizálja a nyilas nőket, a férfi a nyilas férfiakat, de lehet a lelki társad, társnőd is. Mi fűz össze benneteket, az itt látható, ezt a kártyát a férjem készítette az én segítségemmel együtt, mert én mondtam, hogy melyik növény mit jelent. És itt ennél a növénynél érezhető a könnyűség, a mozgás, a vidámság, a nevetés. Az a fontos, hogy együtt nevessetek valami felett, hogy boldogok legyetek, hogy meglegyen ez a mozgás, a könnyűség, a vidámság. És mit mutatnak a kártyák? Ez a kép jelent egy nagy épületet. Az jelentheti azt, hogy légy magabiztos, légy tudatában a te saját nagyságoddal. Persze ez a nagy épület lehet egy iskola, lehet egy kórház, lehet egy hivatal, lehet egy bírósági ügy is. És itt a medve jelenti a te életerődet, hogy most be tudod bizonyítani magadat, de légy olyan, amilyen vagy. Nem kell megváltozni, hiszen a cica, az jelentheti a cicákat, a házi állatokat is, de azt is, mint a cicáknál, ahogy van. Nekik megvan a saját elképzeléseik, és ők nem alkalmazkodnak másokhoz, hanem az mind úgy van, ahogy ők ezt akarják, tehát legyen meg a személyiséged, irányítsd úgy a dolgokat, ahogy te akarod. Mert ezzel tudod most minden élet területen magadat bebizonyítani, ez a te nagyságod. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van, a főnököd, az apukád, vagy egy bíró. Lehet, hogy ez a személy előír számodra valamit, és
ő elvárja azt, hogy alkalmazkodj a helyzethez, alkalmazkodj hozzá, de ne tedd meg. Mert hogyha engedsz, akkor fogva érzed magadat ebben a nagy épületben. Ez olyan, mint egy torony, olyan, mint egy labirintus, akkor te érzed magad egy kellemetlen helyzetben. Legyen minden úgy, ahogy te akarod, ez jelenleg a te nagyságod, ez a személyiséged, nem kell hozzá vagy másokhoz alkalmazkodnod, hanem legyen meg a saját életerőd. És mi van nála? Itt láthatóak a virágok, az jelenti a te szépségedet, nőiességedet, és ő csodál téged. Megkapod az elismerést is, hiszen a halak jelentik a belső értékeket, majd ő ezt kimutatja. Itt van ehhez a remény. Ez a hajó lehet egy utazás, vagy külföldi kapcsolatok is. A szerelmi élet területén gyakran jelent egy belső utat, egy lelki kapcsolatot mély érzelmekkel. Amit a halak még jelentenek, azok az anyagiak vagy a munkája, itt kivirágzik. Valami lesz jólét, lesz nyeremény, itt van hozzá a remény, ez lehet egy külföldi kapcsolat vagy utazás is. Tehát az a fontos, hogy tudd azt, hogy ő értékel téged, szépnek lát téged, van egy közös út. Mutasd ki a te saját nagyságodat, mutasd ki a te saját egyéniségedet, mert ez adja számodra az erőt, ezzel tudod magadat bebizonyítani nála is, meg a környezetedben másokkal szemben is. Fontos, hogy bizonyos dolgok felett nevetni tudj. És ez volt a havi jóslás. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Azon kívül leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dender a Medici, vagy Dender a Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok nektek egy gyönyörű március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!